Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérem szépen, mai reggelim egy klasszikus magyar reggeli, ami minden tavasszal, hát a kommunista rendszerben minden tavasszal, minden vasárnap, mondjuk 10 családból 8-nál, 7-nél, ez volt a vacsora, vagy a reggel ebéd. Ez volt az ebéd. 10 családból 7-nél. Petrezselymes úrkrumpli, rántott csirke. És hozzá vagy eszetes saláta, vagy uborka saláta, a szezontól függően. Azt hiszem, ez ha valaki idősebb egy kicsit és élt mondjuk a 70-es, 80-as években, az pontosan tudja, hogy ez volt a klasszikus vasárnapi ebéd. Húsleves, célnometéltel, rántott csirke, petrezselymes újkrumpli, ecetes saláta, és esetleg uborka saláta, volt már uborka. Kérem szépen, ez világos. Kaptam egy hozzászólást a tegnapi porviharos beszédhez, egy meglehetősen gúnyoros hozzászólást, akkor meglehetősen gúnyorosan válaszolnák én is. Mert hogy a talaj romboló erőtnek a két legnagyobb formája az a víz és a szél általi talajrombolás. Beszéljünk meg ezt a kérdést. A víz általi talajrombolás, azt eróziónak nevezzük, később visszatérek rá. A szél általi talajrombolás az defláció. Utána odaírta még valaki, hogy a defláció az egy közgazdasági fogalom, az inflációnak a ellentetje, amikor az árak mennek lefelé. Kívánom, hogy Magyarországon defláció legyen, de ez most független attól, hogy a talajművelésben ugyanígy nevezik, azt mondja, a szél elhordja a talajt és rombolja a talajt. Elviszi a szél magyarul, na. Igen, nem. De ezt úgy hívják, hogy a hozzászóló szerint ezt úgy hívják, és így is van, hogy mező, ezt a fásítást, hogyha fásítanak ez ellen a jelenség ellen, a szél deflációja ellen fásítanak, az mezővédelmi erdősávnak, vagy ilyesnek hívják, ha jól emlékszem. Kedves hozzászóló! Vajon miért hívják mezővédelmi erdősávnak? Azért bazd meg, mert a mezőt védi, és nem az utat. Benne van a nevében. Mezővédelmi erdősáv. És ennél nem veszik azt figyelembe, hogy az uralkodó szélirányra milyen szögben halad egy akármilyen út, hogy az most azt a mezővédelmi erdősávot úgy telepítsük már, hogy most az utat is védje, stb. Nem, a mezőt védik az erdősávval, és nem az útra való porráhordását. Olyat még a büdös élben nem csináltak, hogy azért telepítenek egy erdősávot, hogy az útra a port rá ne hordja. Azért telepítik, hogy a földről, a mezőről el ne hordja a földet, mert az érték. Ugyanis, ha az uralkodó szélirányjal szembe megy egy út, például, oda hova telepítelem az erdősávot? Ha pontosan az uralkodó szélirányjal szembe megy egy út, például. Tehát a tájolás is, ugye van egy uralkodó szélirány,
délnyugati, északnyugati Magyarországon általában. Hát az útra való por felhordásához leginkább ezt kellene figyelembe venni, a tájolását. Meg lehet baszni azt az erdősávot, amely mondjuk pont párhuzamos az uralkodó szélirányjal. Mert az út is az. Na. A terep viszont nem mindig engedik már az, hogy olyan merőleges telepítéset csináljanak, ami az utat védi a porttól. Na most. Ha az utat mellé telepítenénk erdősávokat, meg lehet csinálni, azt is. Jó, egy autópálya már azért nem nagyon, de akármilyen út mellé. Az van, hogy az erdőművelés az egy nagyon komoly feladat, akkor az lenne a probléma, hogy most a szél letört egy száraz ágyat, azért van baleset. Rádöntött az útra egy korhatfát, azért van baleset. Akkor megint jönne az, hogy ki az erdőművelő? Ja, a mészáros. Kinek a spanyja mészáros? Az Orbán Viktor. Hát az Orbán Viktor gyilkos. Már rádölt egy autóra egy fa. Az út már. Na, akkor ez lenne. Szóval annyira kiszámíthatatlan a porviharoknak a iránya, előfordulása, gyakorisága, stb., hogy ezért erdősávot telepíteni nem fognak. Legalábbis hatástalan lesz. Na most, azt mondja a nagy okos, valami ma olvasta valamelyik cikkben, hogy azért vannak ezek a porviharok, herceghalom, egyébként herceghalom, mert van a én kis fatornyos kisfalom, Bicske, egy pontosan is van a környéket. Azért mondom, hogy miről van szó. Ott a százas út mellett pontosan erdők húzódnak a herceghalomnál. Számtalanszor hordja rá dönti rá a fákat, és hordja rá az ágakat, a szél az útra. Most az egyes út, régen százas út volt, stb. Mindegy, miről beszélek. Ez párhuzamos egyébként az M1-essel, ez az út, amiről beszélek. Ez az út az elődje az M1-esnek. Na most, ott minden az a probléma, hogy az erdőből valami ágat vagy valami fát kidönt az útra. Ott az a probléma. Na most, azt írja valamelyik mai sajtóorgánunk, hogy herceghalom környéke az egy ilyen löszös talaj, ahonnét a ilyen meszes talajkeverékkel, van valami csejmodizmot, vagy milyen francot írottam, teljesen mindegy, valami tököm tudja milyen szakszabat használ, hogy milyen az a talaj. Onnan is látszik, azt mondja, de magasból nézve például egy helikopter a repülőről, látszanak a fehér foltok, ahonnét a szél elhordja a talajt. Felvilágosítanák mindenkit, hogy nem is a fehér folt, hanem a világosabb foltok látszanak. Hogy világosabb a talaj itt, meg feketébb ott. Most térünk át a talajerózióra. Felvilágosítanák mindenkit, akit egy kicsit is benne van ebben a témában, az tudja egyébként, hogy valamikor nagyon-nagyon régen a parasztok művelték a határban a földeket. Lóval szántottak, pontosan tudták, mikor kell, mit, hogyan és mennyi, milyen arányban. Vagyis dombos vidék ez a herceghalom és Bicske környéke, túl nagy magasságok nincsenek, de dombos vidék, síkság nagyon kevés részen van, ahol vízszintes a talaj. Valamilyen kisebb-nagyobb dombok vannak. Minden parasztember tudta, hogy a dombot hegynek fölfelé szántani nem lehet, hanem a dombra keresztbe kell szántani. Mert ha a hegynek fölfelé szánt, tehát a hegynek a csúcsát veszi iránynak és úgy szánt, mindegy lóval vagy traktorral, akkor a barázdában a víz lefolyik, és viszi magával a talajt.
még ha keresztbe szántják a dombokat, akkor a olvadó hullé összegyűlik a barázdában, elszivárog lefelé, nagyon-nagyon jó lesz a talajvíz háztartása. Ha netán gyorsabban olvad, akkor átbukik a barázda, és a következő barázdá fog elszivárogni, vagy a harmadik, vagy negyedikbe, de nem fogja lehordani a talajt a dombról, mert a barázdák keresztben vannak a dombnak a domb oldalán, keresztben vannak a barázdák, és szép lassan átbukdácsolva rajta olvadó hólé elszivárog lefelé. Aztán jött a TSZ-esítés, nem az enyém, hanem a TSZ-é, nem az enyém, hanem az államé, olyan mindegy, hogy milyen irányba szántok, és szépen megszántották a dombokat hosszában fölfelé. És ezért van az, hogyha valaki elmegy szántás után, szántás ősszel vagy tavasszal, amikor tavaszi szántás, az őszi szántás van, elmegy a mi környékünkön, akkor azt fogja látni, hogy a dombtetők világosak, a völgyek pedig feketék. Mert a fekete földet az erózió lehordza a völgyekbe. A helytelen szántás miatt. Van egy természetes, erózió is, egy nagyon lassú természetes erózió is, ami független a talajműveléstől, ez még egy füves mezőn is előfordul, egy természetes erózió, de ott a növényeknek a belerothadása a földbe, mitől fekete a föld? A belerothadt növény és állati részecskéktől. Attól termőtalaj a termőtalaj, attól fekete a föld. A sárga föld terméketlen föld, abban nem terem meg semmi. Na most, a természetes folyamat az is, hogy humuszosodik a föld, hiszen állat és növényi részek általában mindig vannak a földön, az erózió is az, de ezek kiegyenlítik egymást. Amilyen a természetes erózió, olyan a természetes humuszosodás. Ebben semmi baj nincs. A talajművelésnél szokott ez a dolog felborulni, ahogy mondtam az előbb, ott szokott ez felborulni. De ilyen, hogy hogy majd mostan itt a mezővédő erdősítőkkel, gátakkal, stb. Megoldjuk a porviharokat, na ilyen nem lesz soha büdös életben, és nem is volt. Ez olyan dolog, nézzük néhány áramlástani dolgot, ha már ebben benne vagyunk. Valamikor, talán még csinálják manapság is, ha a közútkezők van rá pénze, akkor hófogó kerítésre raktak az utak mellé. Emlékszik mindenki, ott volt az utak már felállítva, és megfogták a hófúvást, a havat. De! Nem tudom, emlékszik-e valaki, mentem már valaki hófúvásban hazafelé, mondjuk akármilyen úton. Ami mellé ilyen kerítés volt kirakva. Kérem szépen, nagyon hangsúlyosan mondanám. A hófúvó kerítés a látási viszonyokat nem tette jobbá. Ugyanúgy keverte, hordta havat, mint az állat a szél, de nem rakta le az útra. A hófúró kerítésnek nem az volt a célja, hogy a látási viszonyokat javítsa, hanem az volt a célja, hogy az utat, az útra ne rakja le a szél a havat. Mert egész egyszerűen a szél a bizonyos mennyiségű havat elfújt a kerítés fölött, meg hát a kerítésre is ráfújt, és azt megakasztotta, de a kerítés fölött elfújta, ami elfújt a kerítés fölött, az ment tovább az út fölött is, ugyanolyan látási problémákat okozva. Na most. Más mondok.
az ilyen erősítéseknek, meg kerítéseknek, ha valaki megnézte például a hófogó kerítést, nem azon az oldalon, nem a sok hó nem azon az oldalon rakódott le, amerről fújt a szél, hanem a másik oldalán, az út és a kerítés között. Ezért kell mindig messzire rakni egyébként az úttól. Nem tudom, emlékszik-e valaki arra, hogy mikor be volt havazva mondjuk egy ilyen, volt egy hófúvás, akkor nem a kerítés, a kerítésnek nem azon az oldalán volt a nagyon sok hó, amely felől fújt a havat, hanem átbukva a kerítésen a másik oldalon. Ez olyan jelenség, hogy mindenkinek van, aki tudja, hogy az autók, ha megnéz most valaki egy autót, megnéz valaki, még a lépcsős hátú autókon is, de szinte az ötajtósokon minden autónál fölül a tető végén egy ilyen kacsafaros-szerű nyúlványt lát. 10 autóból 10. Minden autónak van valamilyen, vagy a csomagtartó tetején, ha lépcsős hátú, vagy a tetőnek, ha ötajtós, akkor a tetőnek a végénél van egy ilyen kacsafaros-szerű áramlás segítő nyúlvány, ami a leszakadó légáramlatokat kedvező irányban vezeti meg, hogy ne fogja vissza az autót. Hogy milyen érdekes ennek a hatása, és most mondok egy példát. Volt valamikor egy olyan autóm, hogy Kia Venga. Kiváló autó volt, nem részletezném most. És egyszer úgy indultam hazafelé, hogy nem csuktam fel a hátsó ajtót teljesen, csak egy kattanásig. Lusta voltam kiszállni az autóval, de mondom, hazamegyek fele úgy. Égett a lámpa, hogy nyitva a csomagtartó ajtó. És mikor elértem egy bizonyos sebességet, ez a lámpa elaludt. Miért aludt a lámpa? Mert egy bizonyos sebességnél a légörvények úgy kerültek az autó mögé, hogy az ajtót befelé tolták. Tehát, mint hogyha hátulon megtolták volna az autót. Úgy hatott ez a leszakadó légáramlat. Úgy hatott. És akkor elaludt a lámpa. Lassabban mentem, kigyulladt. Tehát azért mondom, hogy lehet itt ragozni ezt ezerféleképpen, és hibáztatni mindenkit azért, mert a porvihar az egy ugyanolyan természetes jelenség, kiszámíthatatlan, mikor keletkezik, hol keletkezik, mint mondjuk egy forró szél. Mint egy forró szél. Lehetne telepíteni ilyen-olyan-amolyan erdősávokat, csak hát ahhoz az egész országban úthálat ilyen kocka alakúnak kéne lenni, ilyen merőleges és egymásra merőleges utaknak kellene lenni, mint egy kockás füzetben a vonalak, hogy lehessen rá kiszámítható, szélirányra kiszámítható erdősávokat telepíteni. De az utak nem így haladnak. Nem így haladnak az utak. Ezért nagyon nehéz lenne rá minden út mellé olyan erdősávot telepíteni, amelyik a tájolásnak, az uralkodó szélirénynek és a tájolásnak megfelel. Hogy ne hordja le a port az útra. Csak szól. Mezővédő erdősáv. Nem útvédő erdősáv. Na. Mert ugye a talaj erózió és a talaj defláció ellen ugye lehet telepíteni erdősávot, de ott nem veszik figyelembe a
útnak a tájolását a mezőnek arra felére telepítik, amelyre fúj a szél. Ugye? Ilyen egyszerű. Egy uralkodó szélirányjal szembe menő, mint az M1-es, amiről szó van például, az az út, az pontosan az uralkodó szélirányjal szembe megy, nyugat felé. Elmondom, csak nagyon egyszerű példát mondok. Az M1-esnek a haladás irányú Bécs felé van. Az uralkodó szélirány Magyarországon délnyugat, és vagy pedig északnyugat, de északnyugatról úgy tud bejönni a szél a Kárpát-medencébe, ha az úgynevezett Duna völgyén keresztül jön. Mi a Duna völgye? A Kárpátok és az Alpok közötti hézag. Ez azt jelenti, hogy ha valaki elmegy például, átlépi Hegyesalmnál a határt, mit fog látni? Mi az első, ami szembe tűnik, hogy átlépünk Hegyeshalomnál a határon? Kurva sok szélkerék. Bécsig. Kurva sok szélkerék. Ugyanis az osztrákok pontosan tudták, hogy ebbe a Duna völgye, ez egy széljárta terület, hiszen ott jön be a Kárpát-medencébe, északnyugatról, ott tud bejönni a szél, nem fogják vissza az Alpok és a Kárpátok. Ott tud bejönni a szél, a Duna völgyében, oda kell telepíteni a szélkereket. Na most, pontosan ebben az irányba halad az M1-es, szembe a széllel. Hova a bánatos faszba telepíted azt az erdősávot, amely megvédi az utat a porttól? Kérdem én. Hova? És akkor nem beszélek arról, hogy figyelembe kell venni telepítésnél telepviszonyokat, patakok, folyók, infrastruktúrális létesítmények. Nagy feszültségű villanyoszlopok. Ezer dolgot figyelembe kell venni. És akkor telepítse le egy erdősávot úgy, hogy egy útnak mondjuk ez az M1-es, mondjuk teszem fel 200 km hosszú határig, akkor 200 km hosszan megvédje az M1-est. És akkor a többi autópályáról még nem is beszéltem. Ha? Telepítse úgy erdősávot. Telepítsen. Nekem az az egyetlen problémám, hogy minden ilyen esetben megy a baromi nagy okoskodás, ki a hibás. Mindig a felelőst és a hibást keresünk, akkor is, amikor nincs.
ez egy szerencsétlen eset volt. Ráfújt a port az útra a szél. Lehet, hogy az egész folyamat lejátszod 5 perc alatt. Lehet, hogy 5 perc alatt, vagy néhány perc alatt lejátszod az egész folyamat. Ebben a szél porviharba belerohant 41 autó. Nem tudták az emberek, gyorsan játszott le történet, nem tudták, hogy mi van a porban bent, áll-e autó, nem-e áll autó, mit csináljon, hova kormányozzon, semmit nem látott, elment teljesen a látás, a sávot nem látta, hogy hol van, mit csináljon. Nem tudta, milyen hosszú, menjen-e tovább abban a sebességgel, ne menjen tovább. Álljon meg, ha megállt, elébe verik, ha nem áll meg, nem tudja tartani a sávot, neki megy, lemegy az útról, és mindez tized másodperc alatt játszódik le, tized másodperc alatt. Tized másodperc alatt jól kellett volna dönteni, már nem tudom, hogy kellett volna dönteni, 41 embernek, 41 sofőrnek. Fogadjuk el, hogy vannak olyan természeti jelenségek, amik ellen nem nagyon tudunk tenni. A földrengés ellen sem tudunk tenni. Ha olyan helyen jelentkezik, ahol nem gyakori a földrengés. Ahol gyakorlat úgy építik a házakat, ahol nem, ott nem úgy építik. Most ha jön a földrengés, akkor kárt csinál. Ennyi. Ezeket nem nagyon lehet védekezni. A vulkánkitörések ellen nem lehet védekezni. Vannak természeti jelenségek. Szökőárak. Ugye. Egy csomó természeti jelenség van. Amik ellen nem nagyon van védekezés. Természet néha megmutatja, hogy ő az úr. Jönnek, hogy azért mert lófaszt. Azért, mert volt egy véletlenül kialakult, senki nem számított rá, volt egy homokvihar. Okozott egy tömegbalesetet, egy tömegkatasztrófát. Sajnos egy ember meghalt, szerencse, hogy nem halt meg több. De hát, kezdjük helyén a dolgokat. Miért kell mindig? Okosabbnak lenni, mint a természet. Ilyen erdősávok egyébként elég gyakoriak voltak, hát valamikor elsősorban akác
akácsot a telepítettek, ilyen vékony, mit tudom, 50 méter széles erdősávot voltak valamikor tele a határ, ilyenekkel, amit ki nem vágták őket. Sőt, most már az akácot úgymond első számú közellenségként tájidegen fának tekintik, mint nem őshonos fát, pedig az akác az egyik legkiválóbb fa minden szempontban. A legjobb tűzifa, mert az akácnál jobb tűzifa nincsen. A legjobb szerszámfa, ha csinálsz belőle egy lapátnyelet, vagy egy kalapásnyelet, unokáid is látni fogják. Egy nagyon kiváló fa az akác. Nem beszélve a mézről, amit a virág ad, ugye az akácméz, legenda. Szóval egyáltalán nincs baj, semmi baj nincs az akáccal. Ilyen alapon ki kellene írtani, mint tájidegen fajta muflont is. Az sem őshonos Magyarországon, sőt még a fácán sem. De még a ponty sem. Vagy a dámszarvas például. De mind betelepített fajok. Attól függ, milyen régre menjük vissza. Például itt Angliában a 20-as években valahonnan kiszabadult egy csapat muntyák szarvas. Ez egy olyan szarvasfajta, ami egy rövid arancsa van, de olyan két szemforra van, mint egy kartforú tigrisnek. Nagyon érdekesen néz ki az állat. Valaki nézzen utána esetleg a Google-ba, muntyák szarvas, muntyák szarvas, így írják. Olyan a szemforra valami miatt úgy megnőtt, hogy kilóra szájából, mint egy kartforú tigrisnek a két szemforra. És ez egy őszféle. Nagyon furcsán néz ki. De ilyen kicsi kis pupos hátú, felakra, mint egy őz egyébként, és én már nagyon sokat láttam itt elütve egyrészt autóval, másrészt láttam már a munkaterületeken is, olyan helyen volt a munkaterület, mint ez itt, ahol vagyunk itt a mezőben, itt is láttam már muntyárszarvast, mert sokfelé, annyira, hogy vadászatokat szerveznek már rá, és de természetes, például a múltról láttam például egy térképet, ami az előfordulás, a muntyárszarvas előfordulási helyét megmutatja a származási országban, Ázsiában, és oda teszi, mert ott be volt pirosítva Anglia is, hogy most már itt is, mint egy betelepedett állatfaj, most már vadászatokat szerveznek rá, és teljesen beépült az itteni faunába. Na, hát ennyit akartam csak így mondani, hirtelen felindulásból. Nem tudom, mennyire látszik. Nagyon nagy zoomolok, ott tolod be egy teherautó. Egyrészt odáig fog toladni. Ahol a munkagép ott dolgozik. És innét tolad, tehát itt vagyunk, innét tolad be, mutatom körbe, a fülke is megy, így. Ott megy a teherautó. Kb. Egy kilométer tolad befelé. Egészen addig, még oda nem ér a 50 tonnás katerhez. Most kérdem én, itt van ez az egész terület, ez egy hatalmas nagy terület. Utat húznak rajta, építenek. Utat építenek rajta. Azt mondja meg nekem valaki, hogy ott elől, ott a munkagép előtt mondjuk 20-30 méterrel. Miért nem lehet csinálni egy oldalági 5-6 méteres nyúlványt derékszögben, hogy orral bemegy,
és oda nyúlványba betönyödöd, és onnét visszatolatva kitolod, és leöntöd, ahova kell. Miért kell vízvédit tolattatni? Miért kell Miért kell vérit tolattatni egy kilométert? Ha? Ez egy mező. Bármi, odrakja mellé a földet. Bármikor csinálok egy ilyen oldalági kis lágyozást, azt a tovább mentett 200 méterre megint csinálok egyet, és akkor orral be tud menni, ott megfordul, ennyi. Nem, egy kilométert vérit tolattatják. Nézzétek meg. Amúgy én már itten ezt a földkupacba, a földdepóba csinálom egy ilyen feljáratot. Itt látszik a feljárat, egy ilyen lejtős feljárat. Két oldalra kiraktam már. Hát el fog kezdeni itt eznek a nagy depónak a szállítása napokon belül. Befejezi a nagy gép a most ért oda. Befejezi a nagy gép a útépítést, és utána elkezdődik, lehet, hogy már holnap, négy dömperrel most ért oda. Hogy miért kell vérét odaadni egy kilométeren keresztül, mert hogyha ez egy rendes út lenne, ami aszfaltos út, két oldalt házak vagy valami, hát vérét kell odaadni, Istenem, oké, rendben van. Na de hát itt nincs erről szó, ez itt mező. Egy 5-6 méteres beállót csinálni mindenhol, egy ilyen derékszögbe az útra, órral bemegy, bekanyarodik, kikanyarodik, rükvercbe, leönti. Ha? Most billent. De miért kell így lenni? Ezt nem értem. Én dolgoznám ott a géppel, biztos, hogy csinálnak neki egy ilyen fordulót. Ez tuti. Ott valahol bent. Az biztos. Már így néz ki a terület, amit csináltunk. Pontosan behúzom a részét. Tehát a terület, amit csináltunk, az így néz ki most. Itt van ez a hatalmasnak legalább egy olyan fél hektáros terület. Le van rakva kővel, és az alaporaté már teszik bele a salukat. Mutatom. Ott már teszik bele a zsalukat, ilyen zsalutáblákat, és hát azokat fogják majd bebetonozni, azok lesznek majd a alapok, a trafóknak, ennek-annak. Van nekik majd három gép, három Hitachi. Nekünk már van itt, azt mondja, 1, 2, 3, 4 darab dömperünk, amire van egy kezelő jelenleg. Itt már fönn egy gyönyörű, szép... Hol vagy?
befúrni. Nem tudom befúrni. Gyönyörű, szép bölöskánya száll a levegőbe, ott megy elől. Nem fogom tudni befogni, nézd meg. Gyere még erre felé. Gyere erre felé. Gyönyörű szép vörös kánya. Leszáll a fára. Ott küldögél a fa tetején. Ottni. Hát, egyszer fogok venni egy olyan fényképezőgépet, aminek van vagy 100-as optikai zoomja. És egy távcső van beleépítve. Olyan van már, aminek a feleségemnek van egy 50-es optikai zoom gép, 50-szeres optikai zoom van benne, az is egy komoly távcső már beleépítve, de én egy 100-asra gondoltam, hogy veszem. Van olyan már 100-as egyébként, 100-as optikai zoommal, brutális közelségbe hoz mindent. Na jó.